Ó, tárkányi nóta, meg a bágyok Krisztus. Egy nagy város láttunk osztán a völgybe. Mondok, micsoda város lehet ez? Mert annyi itt az torony, hogy tán Jeruzsálembe se több. Hát a város végén meg tudakoltuk egy paraszti embertű, hogy mondok, micsoda város ez, atyám fia? Hát, azt mondi, mi volna más, hanem Egőr városa? Egőr, mondok, talán bizony itt van az a híres Egőr vára. Bizony, azt mondi, nem is gyöngyösen. No, mondok, hála legyen az magyarok istenének, hogy ezt is megtapasztalhatom. Mert mondok, sok jeles vitéz volt a világon, de Dobó Estvány a legkülönb. No, meg is látogatom az ő szent sírját. De hát, legelőbb is Mőre van itt az vendégfogadó. Azt mondi, gyűjjenek kentök velem, ahova én vagyok megszállva az Mauserhon. Hát, mondok, kentse ide való. Nem. Azt mondi, én Tárkányi vagyok. Láttuk is azt a fogadóba a sok sovány Tárkányi jányt. Lakadalom lesz náluk, hát beígyüttek az városba, hogy mindenféle pántlikát, koszorút, meg fűszerszámot vásároljanak. Azt, hogy megkóstoltuk az Mózer borát, hát akkor pöndörítettem az jányoknak ezt a nótát. A tárkányi leányok, szüret óta soványok. Azért olyan soványok, cinacin. Elmöntek a huszárok. De verték is érte az hátamat a jányok. Hogy azt mondi, de nagy kutyakend! Mondok már én ilyen nótás ember voltam teljes életembe. Másnap, az, hogy bejártuk az várost. Hát, megnéztük a híres várat is. No, fedemót szétlütték az törökök. Még most is úgy áll, ahogy az háború után maradt. Megálltunk az bástya tetején. Mondok, Uram Isten, talán éppen ezen a helyen állott Dobó az dögönyözte az ellenséget. De bár csak nekem is hagyott volna valami hármat, hogy az ő emlékezetére elagyabugyálhatnánk bőrcsökkel meg a sógorra. Láttuk azt a koporsóját, és meg az ágyúkat. Azt a koporsó tetején kűbű ki van faragva az Dobó Estvál uram. No, dörék, nagy szakálú ember. Vasruhába van öltözködve. De mondok, akkoriban ez volt a divat. No, fene erős emberök élhettek akkor errefele. Mondok azt a tárkányi embernek, ki faraghatta ezt? Hát az mondi, lakik itt a hatvani hóstján egy kifaragó. Az farag ilyenöket. No, mondok, faragtatok véle egy takaros Krisztust az községnek. Megkeressük az kifaragót. Azt mondok, egy ócsófajta Krisztus köllede. De a javábú? Hát, azt mondi. Életni nyagyságba 200 pengé. No, mondom, ilyen drága Krisztus nem való parasztnak. Na, azt mondi. Van készen kurtább is. Az olcsóbb, de bágyokbú van. Csak fölkő feszíteni. Az a legolcsóbb. Megnézzük. Hát, rendes, módos Krisztus volt. Nem is drága 25 forinté. Ki volt pingálva akkurátusan még a szent vére is. Hát mondok a sógornak, vegyük ezt meg, ha enged az árábú.
Azt küldjük haza az kocsival az tengerpartjáról. Hadd lássa az község, hogy nem felejköztünk meg róla. Mondok a faragó úrnak. Hát, ölégezé, 18 forint is. Csapjon kezet az úr. De azt mondi, neki is többe van, mert csak a kifestése 8 forint volt az Krisztusnak. De mondok, nem olyan kelendő portéka ez, mint a csutora, amíg nyakán is veszhet. De hiszen azt mondja, eladok én minden hónapban 1-2 ilyen Krisztust. Úgy viszik 25 forintjával, mintha ingyen annám. Hát mondok, mink nem erről a vidékről valók vagyunk. Nálunk olcsóbb is, de mivel, hogy egri Krisztus nincs arra felé, 20 forintot nem sajnálunk érte. Na, ez az utolsó szavam. Ennél többet nem is érez. Na, azt így alkuttunk meg a főfeszítéssel, meg fával együtt 22 forintba. Hát, azt mondja a végén. Mi legyen az írás a kereszt alján? Magyarul legyen-e, vagy diákú? Magyarul mondok, mivel hogy ez magyaroknak szolgál majd otthon. Hát azt mondi. Írják le kentök egy darab papírosra. Jó, mondok, ezt így egy firkantásra nem lehet, mert ez fundamentumosan meg kell gondolni. Avval átmentünk a szomszédba, az kocsmába. Azt ott összve gondoltuk az fölírást. Végre is így állapodtunk meg. A mi urunk Jézus Krisztus főfeszítetött egőrbe. Göre Gábor bíró úr és Durbincs Pál esküdt kőtségin. Annó 1898 esztendőbe. Hát, már délutánra ki is pingálta az betüket. Úgy, hogy már különbet Pestön se lehet. De elismerhet majd a többi Krisztus emellett az egész vármegyébe. Kérdezi osztá, hogy... Honnan? Hová? Mondjuk. Hát, azt mondi. Nem jó irányba haladnak kentők, hanem épek fordította. Csak elhűtem, hogy mit beszélj. Hát az úr már járt ott, mondok. Nem. Azt mondi. Nem jártam. No, mondok, hát akkor ne ijeszgesse. Mert ihol ez az ember, ez már járt ott. Jobban tudhati. De a kőfaragó csak erősködött, hogy azt mondi, nézzük meg a magfát. Az alföldrű nem egernek tart, aki Amerikába indul. Hát aztán mondok, hol az a magfa, aki megmutati az útat? Na azt mondi, a könyvesboltba, a főutcán. Elmentünk az főutcára. Mög is tanáljuk a boltot. Hát mondok, adjanak nekem egy olyan magfát, akire rá van írva az út Amerikába, innentű odáig, de beljebb is, Balaskáig, Falikornyikáig. Mutat a bótos egyet, nézem. Amerika rajta van, azt látom, de hol van Magyarország? Itt a szondi, és rámutat egy akkora kis sárgásra, mint egy dinnyemag. Hely, mondok, ez a kicsi volna az. Nem ilyen kicsi a mi országunk. De mindjárt eszünkbe jutott, hogy otthon is a főtökön kicsire festették az országunkat, és azon is sárga volt. Bizonyosan összefestették le, azért. Na de hát, rajta van Amerika is. Majd csak eligazodunk. Na, mondok hát, hogy ez a hitván magfa? Egy forint. Azt mondi,
Hőj, de drága, mondok, 5-6-os is sok érte. Hát, a szundi? Nem adom a láb. Ennyi, de rátartós, mondok, hát, 7-6-os legyen. A szundi? Nem alkuszunk. 8-ése? Nem. A szundi? Fogom a botomat, azt mondok, gyerünk. A gondoltam, majd utánam szól. Hát, lám, milyen az egri bótos. Nem szólott utánam. Az utcán mögállunk, azt mondok, mégis mög kellene venni. Minek? Az andi bőrcsök. Annak mondok, hogy tudjuk, mikor mőre járunk. Arra a kis papírosra minden rá van írva. Hát, visszamentem, az békiátok. Nem enged? Nem. Semmit se enged? Nem. De ráadás csak ad valamit. Azt mondi. Az se. No, fő nem mögátalkodott ember, ez az egri fél. Hát, megveszem, ha éppen nem enged az úr, de nem is veszek én többet egőbe magfát. Mögen előveszi, azt mondok, nem cseréte ki. De már erre úgy megharagudott, hogy nagy mérgesen rám hörkent, hogy azt mondi, most már semmi pénzes ad. No, meggyűjt a bajunk. Azt mondom az utcán a kácsának, elígy vissza te, ihol a forint, mert te kikönyörgöd a bornyút is, ezt te hénbű. Hát, visszabönt kisvártatva hozta is az magfát. No, mondok, nem haragszik már? Nem. Azt mondi. Még pálinkát is adott ráadásul. Megcsóváltam a fejem. De nagyon esküdözött, hogy nem lopta. Nézem, olvasom, hogy mi van ráírva. Hát, az van ráírva, hogy gummi, arabicum. De nagyon szép színe volt. Kóstoljuk aztán. Mondok, most már elhiszem, hogy nem loptad. Mert ennek semmi ereje sincse. Azért adta. Pedig jó páinkkal lőhetett valamikor, mert mikor a Mózerhoz értünk, úgy összve ragadt a bajuszunk tüle, hogy még egy hét múlva se tudtuk széjjel szedni.